Az Alzheimer világnap minden év szeptember 21-én világszerte megrendezett esemény sorozat. Ehhez csatlakozva szervezett örömtáncot a Szépkorúak Egyesülete Tolna főterén. Én igazából a munkám során azt tapasztalom, hogy mindig több család kerül ebbe a helyzetbe, és hogy mindig fiatalabb korosztályokat érint. Nagyon általában már azt mondják, hogy 5-6 év eltelik, mire a család elkezdi érzékelni azt, hogy probléma van az időseknél. Tehát addig elég rejtett dolgokban jelentkezik. Céljuk, hogy kiemelt figyelmet kapjon a kor, illetve felhívják más demenciák terjedésének veszélyére, visszaszorítására, a tévhitek eloszlatásának és a társadalmi összefogásnak szükségességére, a betegséggel élő körülményeinek javítására. 5 éve csináljuk ezt a szenior örömtáncot itt Tolnán, és 4 éve rendszeresen megemlékezünk az Alzheimer betegekről, a gondozóikról, és magáról a betegségről is, ami sajnos úgy néz ki, hogy már népbetegség lesz. A csoport minden héten egy alkalommal, keddi napokon másfél órás programon vesz részt, akkor tanuljuk meg a táncokat, a koreográfiákat. A Tolnai Senior Örömtánc csoport már 5 éve iktatja be programjai sorába a hősök terén való fellépést, ennek szellemében még inkább kiemelt figyelmet kapjon a betegség, és minél előbb felismerjék a korai jeleket. Az úgynevezett demenciát megelőző lassító, az agyat tornáztató serkentő hatás vitathatatlanul hozzájárul az agyi képességek megőrzéséhez, ha az idősödő ember folyamatosan végez szellemi tevékenységet. Nagyon szeretek táncolni mindenképpen, és az, hogy örömöt, boldogságot és a társaság az feledhetetlen. Ez nem csak munka lehet, olvasás, gondolkodást igénylő játékos időtöltés, társasjáték, sakk, kártya, memóriajáték, rejtvényfejtés, zenehallgatás, a baráti beszélgetés is sokat segíthet ebben. A mozgás, a testedzés, még a legegyszerűbb séta is hozzájárul nem csak a testi, hanem a mentális kondíció megőrzéséhez is.